Itt is vagyunk, folytatjuk az egyenlét terényben vagyunk, Ökopunk Fesztiválon, és azt ígértem, hogy az előadók jönnek. Ugye? És nem mindegyik előadóról, de a legtöbb előadóról vannak ilyen kis rövid bemutatkozások, és arra gondoltam, hogy megnézzük ezeket a rövid bemutatkozásokat, és utána pedig beszélünk róluk, jó? Jó. Jó, és utána pedig persze mindenkinől megkérdezem, hogy miért pont őre esett a választás, mennyire volt jó az előadásra, ezeket a kis aranyos dolgokat, és hát a zöld kommunikációval kezdjük. Na ne. Sziasztok! Zöld kommunikációról fogok beszélni egy kerekasztalon. Gyertek az Ökopunkra! Na, akkor zöld kommunikáció, és akit most láttunk, mert nem magam miatt volt ez az első, a Nők Lapja magazinnak az újságírója. És ott hárman voltunk a színpadon, négyen lettünk volna, de igen, végül hárman lettünk. Igen. Reszíti magazin Doróviki. Igen. Nők Lapja magazin. Nők Lapja. Sorsüte. És Ozon TV. És Ozon TV. És lett volna a Klub Rádió. Klub Rádió, de beteg lett. Igen. Na, zöld kommunikáció. Hogy miért fontos, ugye ez volt? Ja, igen, egészen. Nem fejeztem be a gondolatot. Miért fontos a zöld kommunikáció? Egyébként jó nehéz volt ezt összehozni, azt megmondom, jó nehéz volt, pedig egy nagyon fontos beszélgetés, azt gondolom, mert hogy a zöld kommunikáció az, ahonnan tájékozódunk, tehát ezen keresztül tájékozódunk arról, hogy mi történik körülöttünk, és ezen keresztül tájékozódunk arról is, hogy miket tehetünk, mik a lehetőségeink, mit tehetünk, és ez a belépő szint, és amikor mindig elhangzik, hogy nem vagyunk elegen, vagy kevesen vagyunk, vagy mindenkinek kéne csatlakozni, akkor erre szerintem ez a válasz, hogy akkor a zöld kommunikáció tessék, hogyan fog sokkal több embert megszólítani, hogyan teszi vonzóvá számukra, és hogyan fog tematikus és szakmailag hiteles üzeneteket közvetíteni arra, hogy akkor mi a teendő. És elégedettek voltatok? Végighallgatta valamelyikötök a beszélgetést, vagy ott volt? Ott én nagyon sokat ott voltam, igen, nem tudtam végig, muszáj volt elmennem, mert itt azért a szervezőként nem tudok túl sokat ücsörögni egy-egy előadáson, de ott voltam, nagyon hozzászóltam de volna. De téve az összes, úgyhogy elkezdjük visszahallgatni a igen, és majd még történteket. És akkor majd írtok mindenkinek személy szerint. Na, kedves előadó, végighallgattam az előadást. Jó, szerintem abból a szempontból nagyon is jól sikerült, hogy az emberek egymás kezéből szedték ki a mikrofont, és ott volt, egy, volt, és ott egy parázsvita alakult ki erről, és hogy akkor tényleg mi a teendő, mert akkor ki hogyan tud, ki mekkora részt tud válni. Szerintem nagyon jó volt, hogy nagyon jó volt a szórás, hogy nagyon jó volt, hogy tévé is van, újság is van, a rádió sajnos kimaradt, ugye lebetegedett a Matyi, de hogy online felület is van, szóval, hogy szerintem nagyon színes lett, és a lényeg az, hogy tényleg egy élő valami lett belőle hozzászólásokkal, kérdésekkel, véleményekkel, mindennel. Élő volt az egész, ez tényes. Ugye a Vitakultúra Egyesület vezette, igen, majdnem az összes ilyen... Mindegyiket az Vitakultúra Egyesület, igen. Jó, mert ez még fontos. Igen, két műsorvezető volt, egy korunk belül középkor, igen, és egy fiatalabb is, pont azért, hogy a 20 évesek... Mindenkit meg tudjon szólítani, igen, a saját korcsoportjával. Jó, ez kerek. Igen. Következő pedig a bioműanyag. Sziasztok! Gyertek el az Ökopunk Fesztiválra! A növényi anyagból készült egyszerhasználatos termékekről fogok beszélni, mint például a PLA-ról vagy a cukornádról. Na, a bioműanyagoson sajnos nem tudtam ott lenni, de nagyon, de az ugye megint egy, az onnan jött ez a programpont, hogy van a humusz és a Doremi beszélgetésére gondolunk, hogy a Humusz Szövetségnek van egy kiadott, egy ilyen hivatalos álláspontja, valamikor februárban jelent meg arról, hogy ez a bioműanyag, ez nem is biztos, hogy olyan jó, mint ahogy azt gondoljuk, és ezért gondoltuk, hogy akkor üljenek már össze egy hazai forgalmazóval, akik ilyen bioműanyag eszközöket, tányérokat, poharakat forgalmaznak Magyarországon, és akkor beszéljék már meg, hogy akkor ez most jó, nem jó, mert
mert ugye a bio műanyag óriási előnye a normál egyszer használatos műanyaggal szemben, hogy nem kell kőolajat fölhozni a gyártásához, ez ugye növényi alapú. És az igaz, hogy a komposztálása Magyarországon még nem megoldott, ez hangsúlyos, mert egyébként máshol már tudják ezt is külön szelektálni, és aztán komposztálni. Nálunk ez valóban még nem megoldott, de nálunk is igaz az, hogy ez nem kőolaj származik, szóval azt majd... Egyen már bejebb vagyok, igen, pont emiatt. Igen, és azt gondolom, hogy egyel bejebb vagyok, és vannak olyan helyzetek, vannak olyan szituációk, amikor azért ez a műanyagnak mondjuk az átlátszósága fontos, vagy bizonyos tulajdonságai fontosak, és akkor az tök jó lehet, hogyha ha nem kőolaj származékkal oldjuk meg, az már egyel, igen, előrébb van. Na a következő, a ne pazarolj! Sziasztok! A csomagolásmentességről és a csomagolásmentes vásárlásról fogok beszélni egy kerekasztal beszélgetésen. Gyertek el az Ökopánkra! Ne pazarolj, de itt már itt beszédes a név is, ugye, bár, hogy ez ilyen evidencia. Ne pazarolj. Igen, a ne pazarolj. A csomagolásmentes bolt, igen. Hát ők valamennyire részt is vettek a szervezésről, vagy segítettek is egy kicsit, ott voltak a bazárban is, hogy ki lehessen próbálni a kicsiben az üzletüket, mert hát ugye nem csak olyan dolgaik vannak, amit kimérve lehet venni, hanem így a hétköznapi így a háztartási dolgok is vannak náluk, úgyhogy ők eljöttek a bazárba is, meg beszélgettek is arról, hogy működnek, mi a tervük. De hát ugye nem hallottuk még őket sem, úgyhogy... alternatív, de az övék már megvan egyébként, még meg, nem hallottuk igen, meg, de az már megérkezett. Igen, de a kiválasztásnál azt nyilván tudjátok, hogy miért pont, miért őket választottatok, miért ezek a témák. Tudod, hogy itt ez is tökre érdekes, hogy itt azért egy elég átfogó palettát sikerült összerakni, ami minden szegmensét majdnem érinti ennek a fenntarthatóságnak, környezetvédelemnek. Igen, az volt a cél, hogy bárki, aki ide ellátogat, biztosan találjon olyan lehetőségeket, megoldásokat, amiket hazatérve aztán a hétköznapi életébe be tud integrálni. És ez a ne pazarolj, ez egy csomagolásmentes bolt, a csomagolásmentes vásárlás, egy ilyen alternatív bevásárlási módszer. Igen, még nagyon kevés van ilyen, még nincs sok bolt, meg még vidéken is kéne, meg mindenhova kéne, de a lényeg, hogy már van, és egyébként elindult valami, igen, és hogy egyébként ez a csomagolásmentes boltban vásárolni, az egy tök jó dolog, nem muszáj azért ott vásárolni, mert mindjárt meghalunk, lehet azért is, mert tök jó, tehát ilyen piacközeli élmény, ahogy szeded magadnak a cukrodat, meg a szódabikarbonát. De ez amúgy mindenre elmondható, amit oda vittünk a bazárba, vagy úgy az egészre, hogy nem muszáj mindent azért csinálni, igen, mert meghalunk, mert, hanem azért is, mert amúgy tök jó. És, igen, bizonyos dolgok olyan könnyen megugorhatóak. Ez cél volt, hogy így, hogy ezt mindent megmutassuk, amit csak bírunk. Mi, most nem megyek tovább a felsorolásban, de majd folytatom. Mi az, amit ti otthon megvalósítotok? És könnyedén. Könnyedén? Igen, mi az, ami könnyedén, ami ennyi? Szerintem a könnyedén az ilyen tisztítószer, szappan, sampon kérdés, tehát ezek az ilyen fürdőszobai, meg konyhai dolgok szerintem. Mert az csak annyi, hogy utána kell nézni, hogy honnan mit szerzel be. Jó, ez tényleg oké. Mi az, ami még tényleg így gyerekjáték? Ami gyerekjáték? Tudod, ami ilyen nagyon könnyű, ami tényleg ilyen odafigyelés nélkül már ilyen evidencia, mert hát utána szeretnék lenni... Hát a kulacs, szatyor, igen, ezek jó, hát ezek ilyen nagyon alap dolgok, de azért erre azért már oda tudunk figyelni, szerintem tök könnyedén. Az, igen, az így rutinszerűvé válik, tehát most már a kulacsot én se hagyom otthon, az nagy szám. Egyébként, de tényleg, és igen. Az ember, hogy egy idő után ez evidens igen. Lesz. Hát, igen. Valami érzik a táskából, jaj, mi az? Igen, mert egyszer-kétszer szomjon akartál halni, és igen. Azért se vettél petpalackos vizet, akkor megtanulod, hogy nem hagyod otthon. És mi az, ami nagyon nehéz? Amire mindig figyelni kell, néha kimarad, emiatt néha mérges vagy magadra, de nagyon szeretnéd, de hogy ez kényelmetlen, ez problémás, ez fárasztó, van ilyen? Szerintem az autóhasználat az, ami nekünk így nagyon nem megy, tehát hogy egyszerűen olyan a munkánk, amihez, meg a terény se itt van, hogy nekünk az autóhasználat az, amit így lehet csökkenteni, de nem, tehát jelentősen nem tudjuk csökkenteni, nekünk az autóhasználatunk az sok.
Jó, de ez egy őszinte beszélgetés. Most nem, egy kicsit így el is lehetne fekvizni, hogy a kanapén ilyen pszichológai beszélgetés, hogy az autó használat. De miért egyébként a könnyűhöz felsorolnám a rendezvényt is, mert egyébként olyan úgy szervezni eseményt, úgy szervezni fesztivált, hogy annak az ökológiai lábnyoma azért egészen kicsi legyen, az könnyű. Tehát de drága. Tök könnyű. De drága. Hát a fesztiválozóknak lehet, szerintem nem egyébként. Bár mondjuk most vagy csúnya minusszal vagyunk, ez most nagyon drága tényleg. Igazad van ez. Drága. Nem igaz, egyébként nem drágább. Hát a dekót az utca végén. Ha nem drága, akkor mi nem lépünk meg mindegyik fesztivál? Igen, de azért a pohár tányér kérdés, meg a karszalag amúgy hozzá. Jó, hát a karszalag az olyan drága volt, ez igaz. Igen. De miért nem csinálja minden fesztiválra, szerintem az a válasz, hogy sokkal könnyebb nulláról így csinálni, mint egy már meglévő fenntarthatatlant, aztán fenntarthatóvált. Igen, meg azért a nagyságrend sem mindegy, tehát azért mi nem vagyunk egy több százezres látogatottságú rendezvény, azért mi teljesen más helyzetben vagyunk, mint a nagy fesztiválok. Látogatószámot lehet mondani? Azt még pont nem néztük meg. Minden itt neki. Jó, akkor a Recreativity-vel megyünk tovább. Sziasztok! Azért gyertek el az Ökopunk Fesztiválra, mert megmutatom nektek, hogy hogyan lehet hulladékból használati tárgyakat készíteni, és ezzel hogyan tudod elindítani magadat és a környezetedben élőket egy hulladékmentes életmód felé, és nem csak beszélni fogok róla, hanem jön velem 36 nemzetközi Ökopunk, akik meg is mutatják neked, hogy kell ezt csinálni. Akik egyébként majd vendégek is lesznek itt. Na velük mi a helyzetük? Workshopot tartottak, ugye? Igen, ők nem messze Teréntől, Alsótoldon táboroztak éppen. Egy ilyen nemzetközi, a világ különböző pontjairól érkezett gyereksereggel, és hulladék újrahasznosítás workshopot tartottak nálunk, és egyébként ezzel foglalkoznak a táboruk alatt is. És ők találtak ránk, és jelentkeztek, hogy ők jó, hogy akkor ők szóltak, hogy pont itt leszünk, igen, mi lenne, ha? Itt vannak, és hogy pont, igen, és akkor nagyon megörültünk, hogy ez egy ilyen vasárnap levelezetésnek az, hogy oda jön 33 fiatal, és akkor ott ilyen workshopot tart, ez így pont tökéletesen jó lesz. Ez nagyon jó. Az egyik alapítójuk majd hozzánk is jön, és hogy mi is beszélünk erről, hogy mégis mit csinálnak, milyen workshopokról van szó. Felelős gasztró hős a következő. Sziasztok, Eszti vagyok a Felelős gasztróhőstől. Gyertek el, találkozunk az Ökopunk Fesztiválon, ha szeretnétek megtudni, hogy mekkora erő rejtőzik a vacsorátokba, és mennyire számít, hogy mit esztek. Gyertek el, és beszélgessünk együtt a fenntartható étkezésről. Felelős gasztróhős. Hát felelős gasztrohős, ők nagyok, őket nagyjából mindenki is. Ezt akartam nem? mondani, igen, hogy ők már mondhatjuk, hogy zöld celebek, de hogy ők olyan klassz, de szerintem ez szép, mert hogy olyan klassz dolgokat csinálnak, és olyan kerek, és olyan jól ki van találva, föl van építve. Én igazság szerint a témájuk is nagyon fontos, nyilván ez az étkezés-táplálkozás téma is nagyon fontos, de szerintem a felelős gasztrohősnél az is fontos, ahogy kinéznek, hogy ez olyan úgy ki van találva, úgy kerek, és hogy az emberek úgy jó ránézni, hogy ez de jó, hogy ez zöld dolog, na hát, és ez ilyen szép. Van applikációjuk. Igen. Megnyitod a piacon, és igen, megnézed, hogy éppen most mit terem, és igen, az alapján el tudsz kezdeni a piacon vásárolni. Szerintem igen, mennyire egyszerű ötlet, és iszonyatosan frenetikus. Igen. Mert honnan kéne nekem tudnom, bár így lenne tudni egyébként, de mégsem tudom, hogy éppen mikor, minek van szezonja. Szóval én szerintem frenetikusak. Jöjjön a hulladékmentes háztartás. Sziasztok! Mi a hulladékmentes háztartásról és életmódról fogunk beszélgetni, előadni, főleg gyerekeknek, fiataloknak, de mindenkinek, akit érdekel, hogy tudná ezt a saját életében megvalósítani. Na, hulladékmentes háztartás. Kumpedina, igen, hát ő is egy nagyon ismert személyiség, ő is egy ilyen ismert zászlóvivő a hulladékmentes életmód hirdetői között, és őket is nagyon szeretjük, mert egyébként
nagyon sok felé járnak, nagyon sok felé tartanak előadásokat, és hogy náluk is nagyon jó volt ez a modell, hogy akkor itt most nem egy steril környezetben, hanem ott tényleg így egy ilyen fesztivál környezetben, igen, akkor lehet hozzájuk kapcsolódni, itt is lehet kérdezni, és lehet beszélgetni, beszélgetéseket kezdeményezni, meg egyébként együtt fotózgatni, mert az is tudod, hogy felfűzgetni velük. Szombaton jött, igen, amikor az egész nap erről szólt, hogy zero waste volt, és hulladékmentesség, és több szempontból, több előadón keresztül láttuk a témát. Ugye akkor volt Bea Johnson, és akkor volt a talpalatnyi történetek, ugye ők az utazásaikat mutatják be hulladékmentesen, és akkor volt meg az Adina hozzá, és a Munkácsi Brigi, akiket inkább... Meg a Samónusi. Ja, Samónusi, tényleg ő az irodazöldítésről beszélt, igen, szóval így a hulladékmentességnek így a minden... Akkor az egész nap végig, az egész nap tematikusan. A másik színpadot, és csak az egyik színpadon ment az Zero Waste Marathon, 5 előadóval, és 5 személyes sztorival, 5 motivációval, és aztán nagy kerekasztal beszélgetéssel, ez csak a hulladékmentes életmódról szólt. Hú, ez jó kerek lehetett. Na, tudatos gyógyszerhasználat. Szerintem mindenkinek van otthon gyógyszere, ugyanakkor azt már kevesebben tudják, hogy mit kezdjenek a szükségtelennél, vagy hogy lejárt készítményekkel. Az, hogy a gyógyszereknek mi a pontos megsemmisítési módja, és hogy mi is ez a tudatos gyógyszerhasználat, na azt el fogjuk mondani az EcoPunk Fesztiválon. Gyertek el ti is! Itt mire kell gondolnom? Tudatos gyógyszerhasználat. Igen, ezt beszéltük előtte, hogy igen, azért is gondoltam. Igen, hogy ők is bejelentkeztek, igen, ők ránk találtak, és akkor írtak egy levelet, hogy ők a tudatos gyógyszerhasználattal foglalkoznak, és hogy szívesen jönnének a fesztiválra, és akkor visszakérdeztem, hogy ez valami spiricuc, ez a tudatosság most, mert akkor köszi, nem? Igen. Csak hogy haladjunk, vagy itt valami konkrétumról van szó, és akkor kiderült, hogy ők gyógyszerészelány. Igen, a fiú, nem tudom. Többen is vannak, mert ugye ketten jöttek el, de többen is vannak ebben a, nem tudom, egyesület ez talán, vagy talán egyesület, azt hiszem, és hogy ők végeztek egy kutatást, azt, ha jól tudom, az elsőt az országban, ami arra vonatkozik, hogy a magyar lakosság mennyire van képben azzal, hogy hogyan kell a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel mit kell csinálni, a hulladékával mit kell csinálni, és hát kiderült, hogy kb. Semmit nem tudunk erről az egészről, és az az ő missziójuk, hogy a gyógyszerhasználatot ezt valahogy környezetbarát és emberbarát módon valósítsuk meg. Hogy nem fordulhasson például az elő, hogy visszaviszem a lejárt gyógyszert, és a gyógyszertárba azt mondják, hogy ők nem tudják, mit kell vele csinálni. Akkor törvényi kötelessége minden gyógyszertárnak átvenni a lejárt a gyógyszereket. Így van, igen. Ez a tudatos vásárló egyébként, igen, ez valahol az is. WWF nagy ragadozók a következő. Sziasztok, Patkó Laci vagyok, a WWF Magyarországnál dolgozok a Nagy Ragadozó programon, és arra szeretnélek kérni titeket, hogy gyertek el az EcoPunk találkozóra Terénybe, hogyha többet szeretnétek hallani a hazai farkasokról, medvékről, hiúzokról és a velük történő együttélés lehetőségeiről. Találkozunk ott Terényben. Ez Terényben mennyire aktuális ez a téma? Hogy most visszatérek Terénybe, ott van vadisztó, szar, ez biztos, de mondjuk ragadozó, farkas, hiúz, medve? Ugye ott egészen északon vagyunk közel a határhoz, és azért én még nem találkoztam se medvével, se farkassal, de azt tudom, hogy ott azért a Nemzeti Park területén néha-néha találnak nyomokat, tehát hogy ott azért már ott is megjelenik. Pontosabban hát azt mondom, hogy aki északra jön, az rajtunk jön keresztül, tehát akiket aztán majd ott lent fognak fotózgatni. Ami tavaly volt, ez a nagyon szomorú történet, amikor fél ország kergetett egy egész medvét. Igen, és akkor az egyik előadónk, a Csáki Balázs is gyártott egy mémet, aki szintén a WWF-nek a vita partnere volt ebben a nagy ragadozó témában. Ezt bevallom egyébként, hogy túl azon, hogy nyilván a biodiverzitás az egy nagyon fontos része a környezetvédelmnek és a tudatosságnak és mindennek, de hogy ez egy kicsit ilyen polgárkukkasztó programpont volt, és ez volt azt hiszem az összes Facebook posztunk közül a leges legtöbb hozzászólás. Igen, mert a legtöbb
olvasókat. Nem ér, nem ér. Mi volt ott a reakció az olvasóktól? Az volt, ugye, hogy a VVF... Mert a szöveg is, amit írt hozzá Gergő, az is azért bagánkukasztó volt. Szóval nem csak a téma, igen, hanem az is, hogy Gergő megírta a posztot hozzá, hogy, igen, hogy mert... könnyű a Facebookon lájkolgatni a macikat, miközben másoknak meg együtt kell élni velük. Igen. És akkor igaz, eljöttek a kommentek. Én könnyen vagyok lájkol a nagy ragadozók mellett. Igen. Budapesten, Kőbányán, a panel 9. Igen, emeletén. Hogy nagyon könnyű, hogy innen itt lájkolgatjuk, meg meg kell védeni, meg nem tudom, de hogy de az Aggteleki Nemzeti Parkban, Jósva fönn például, amikor a kertben ott egy maci, akkor kevésbé vagyok lájkos, igen, kedvemben. Igen, igen, az ember vagy, igen, és ezért volt ez a Csáki Balázs, egy nagyon, nagyon kedves régió barátom, ő juhos gazda, juhokat tartott tőlünk nem messze, és őt kértem meg, hogy a Patkó Lacival, a WWF nagyragadozó szakértőjével üljön már be egy ilyen beszélgetésre, igen, hogy akkor hogy van ez is ebben. Az volt a jó, és azért volt egyébként kicsit inkább polgárpukkasztás, mert hogy a WWF sem azt képviseli, amit a budapesti lájkolgatók, tehát hogy ő nekik azért van elképzelés, tehát ők sem azt képviselik, hogy már pedig medvét minden vidéki kertbe. Igen, igen, persze. Egyébként. Egyáltalán nem. Ő nagyon is a párbeszédet képviseli, és a Patkó Laci egy ilyen nagyon, nagyon, jó, nagyon felkészült, egy nagyon, tényleg egy nagyon jó szakember, aki, így nem, aki viszont tekint azért a másik oldalára is, tehát hogy nem csak arra, hogy akkor őket meg kell védeni, hanem arra is, hogy akkor hogyan. Úgyhogy szerintem azért abból egész sokat hallottam szintén abból a beszélgetésből, és szerintem az is nagyon-nagyon jól, ott is nagyon jól kijött, hogy igazából itt egy oldalon állunk, és hogy a juhos gazdák is természetszerető emberek, tehát azért lakik valaki Ordaspusztán, mert ez szép, igen, és azért tart juhokat, mert az is szép. Volt ebből problémája? Szóval vittek el állatot tőle? A Balázstól... Érte bármilyen kár? A Balázs, hát ha érte, akkor kóborkutya biztos. Akkor kóborkutya. Szerintem igen egyébként. Úgy emlékszem, igen, hogy kóborkutya, igen. Tehát azok ott falkába verődve a határba azért az komoly károkat tudnak tenni. Igen. És többen is vannak, mint a medvék nagy valószínűséggel. Igen, és többen egyébként. Is vannak. Igen, igen, igen. Ki volt a fő fellépő? Már elhangzott a neve, na de akkor is. A Bea Jonesra gondolsz, de azért lett egyik színpad, másik színpad, hogy ne érezze, hogy ne, de egyik téma sem fontosabb a másiknál, mindegyik nagyon fontos. A Bea Johnson amiatt fontos, hogy ő külföldről érkezett, és hogy ő egy olyan, tehát ő a világszerte több százezer ember követi ebben a hulladékmentes életében. Hát ikonszerű a témában, igen. Így van, ő ugye a motorja és elindítója, és a CNN is, a CNN szerint ő a... Milyen, ő a királynő? Nem, anyukája, a Zero Waste anyukája. Ja, igen, a Zero Waste anyukája, igen, szép. A CNN, igen, így van, nem a... Igen, nem az, igen. A királynőt ezt én szoktam igen, a Zero Waste. Ugye, az az otthoni megfogalmazás, igen, a hivatalos, meg a másik. Igen. Igen. És hogy ő, de nem mondanám fő fellépőnek, mert tényleg mindegy, tehát hogy a giliszta komposztálást is akkor fő fellépő, mert tényleg ez is egy nagyon fontos. Világos, persze. Jó, csak nem tudtam, hogy hozzam most őt be, tudod, hogy valamit kellett mondani. Aha. És a egyetlen külföldi fellépő, így? Egyetlen külföldi fellépőnk. Pedig szeretünk volna sokkal még sokat. Többet. Igen. Igen. Van egy, volt egy lánya, a Zsuzsi, aki hónapokat töltött azzal, hogy a külföldieket próbáltuk berántani, de mi fesztiválnemzet vagyunk, nálunk ez teljesen természetes, hogy környezetvédő szervezetek, egyesületek megjelennek fesztiválon. Igazán emiatt nem olyan nagy ugrás, hogy akkor van egy fesztivál, ami csak erről szól, igen, de külföldön ez nem ennyire nyilvánvaló, és így elsőre nem sikerült azt a sok-sok külföldi előadót elhozni, de nagyon jó kontaktok, kapcsolatok lettek, úgyhogy most már tudjuk, hogy kell velük bánni, úgyhogy jövőre biztos, hogy sokkal több lesz. Jó, kell egy magyar találkozóra, egy magyar fesztiválra külföldi fellépő? Oly, nagyon. Tehát az, kell? Hogy nagyon. Tehát az, hogy kitekintésünk legyen arra, hogy mi történik a világban, hogy a másik legvitatottabb, vagy legtöbb hozzászólás generáló posztunk az volt a faültetéssel kapcsolatos, hogy miért nem Magyarországon ültetünk fákat a belépőjegyünkkel, a karbonkibocsátásunk kompenzálására. Szóval ezért az, hogy az, amit most mi csinálunk a vásárlásunkkal, meg az életmódunkkal, hogy ez igenis hatással van arra, ami a világ más tájain történik, ez nagyon-nagyon fontos. Ezzel tökre egyetértek egyébként, de ugyanaz a komposztálós probléma el Londonban, mint Budapesten. Ugyanaz a szelektív gyűjtéses probléma van-e Londonban, mint Budapesten?
ugyanaz a csomagolásos probléma van-e Londonban, mint Budapesten. Hát és mondhatok Berlint is. Úgyhogy jövőre megtudjuk. Viszont Bill Johnson eljött, és ő például mondta, hogy náluk San Franciscóban áramhiány van, és áramigadozások vannak, mert hogy a nagy meleg miatt mindenki feltekeri a légkondit a fenébe, és neki ugyan nincsen légkondia, mondta, sőt, napelemek vannak a háza tetején, de mivel a napelemek visszatermelnek a rendszerbe, ezért neki se jut elég áram. Ez hát, a legszebb, nem? Igen, ez a legszebb, hogy autonóm akarsz lenni. Autonóm szeretne lenni, nem használ légkondit, még termel is áramot, de neki ugyanúgy nincs, mint az összes többinek, mint a szomszédainak, akik nem termelnek áramot, csak használnak és pazarolnak. Szóval ez szerintem egy elég hasonló, szerintem ez itt is bármikor, bárhol előfordulhat. Jövőre lesz fesztivál, találkozó? Lesz, igen. Még nem tűztük ki a dátumot, de hamarosan, igen. Jó, de akkor ez fix. Ez fix. Hogy ez lesz. Ez mostantól évente egyszer találkozhatunk veletek terényben. Igen, ugye a cél az, hogy... Egyszer is, mert ott lakunk. Igen, az az egyik. Be lehet ugorni a verandára, fröccsre, vagy valami. Igen, jó, igen. Helyes. Igen, és ugye ez az egész fesztiválnak a kontextusa, ez a 2018-ban kiadott IPCC jelentés volt, ami a tök konkrétan meghatározó, hogy mi van most, minek kéne lenni, és hogy milyen feladataink vannak, és mi a cél, amit el kell érni, ugye az, hogy 10 éven belül nettó zéróra kell csökkenteni a karbonkibocsátásunkat ahhoz, hogy a globális felmelegedés 1,5 foknál megálljon. Ez volt a kontextus a rendezvények, tehát 10 évig még tuti leszünk. Mármint, hogy fesztivál is, meg az emberiség is. Az emberiség, igen. Jó, ez... Fesztivál még 10 évig tuti lesz. Jó, mert ez egy ilyen szép végkicsengés. Na, találkozunk jövőre, akkor legyen így. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mi is nagyon szépen köszönjük. Na, ez volt mára az Egyenlítő. Írjanak nekünk, és hát akkor mi is találkozzunk legközelebb. Viszontlátásra.